Williams Televízió. Kedves nézőink, ez itt a Zóna. Néhány hete beszélgettem Pécel polgármesterével, Szőlősi Ferenc Attilával, és akkor egy kicsit jobban beletekintettünk magánéletébe, de sajnos úgy tűnik, hogy eljött az idő, hogy dolgozzunk, polgármester úr. Köszöntöm, és köszönöm, hogy újra eljött. Én köszönöm az ismételt meghívást, és én is köszöntöm a Williams TV valamennyi kedves nézőjét. Szóval ugye a műsorunkból már kiderült, és a sajtóból is lehet tudni, hogy 1999 óta élsz Pécelen, akkor még mind jó péceli polgár voltál, és hogy jött az a gondolat, hogy 2010-től elvállalod ezt a polgármesteri posztot, aminek ugye gondolom vannak szépségei, de vannak azért nehézségei is, hogyha nagyon diplomatikus vagyok. Próbálom ezt az egészet úgy megfogalmazni, hogy minél kevesebb legyen benne a visszamutogatás, mert most már csak előre kell figyelni, nem hátrafelé. Nem mentek rendben a dolgok, megkeresett egy csoport, hogy elvállalnám-e a polgármesterséget, természetesen nemet mondtam, majd némi gondolkodás után úgy döntöttem, hogy mégiscsak indulok, és megnyertem. Mindenki legnagyobb döbbenetére megnyertem. Azt tudtam, hogy egyedül nem szabad elvállalni, tehát én magam köré egy csapatot gyűjtöttem, a mai napig is ez a csapat ott van körülöttem, és én azt gondolom, hogy egyre több eredményt sikerül elérnünk. Az első 7 év, el lehet mondani, hogy na, komoly küzdelemben telt el. És most megint nem a visszamutogatás, de nem egyszerű dolgokat kellett rendbe tenni ahhoz, hogy elmondhassuk most, 2010 volt először, és most 2017 van, elmondhassuk azt, hogy pénzügyileg, gazdaságilag találtunk egy olyan pontot, amit nulla pontnak lehet nevezni, és innentől kezdve már azt lehet mondani, hogy amit teszünk, ezért már mi nekünk kell vállalni a felelősséget, mert nem mások hibáját hozzuk rendbe, hanem saját hibákat követünk el. Azt lehetett tudni, amikor beszéltünk akár néhány éve, hogy problémák voltak a gazdálkodással, és akkor nagyon szépen fogalmazok. És ezen kívül pedig a másik gond, amelyről ugye a lakossági visszajelzések érkeztek, hogy egy ekkora település, mint Pécel, nem minden téren városias problémák vannak infrastruktúrával. Mi a helyzet most, és mi volt az, amiben már úgy érzed, hogy sikerült előrelépni? Nem érzem kisarkítottnak, amit mondok, borzalmas helyzet van. Gyakorlatilag mondjuk a rendszerváltás óta, tehát a rendszerváltást ugye követték ugye a kárpótlások meg egyebek. 98 óta nagyjából 137 hektárnyi földet vontak belterületbe, telkesítettek és adták el. Mindezt, én ezt azért onnantól tartom rabló politikának, mert nem igaz, hogyha én egy ott élő, és ezek az emberek ott élnek közöttünk, ott élő valamikori földtulajdonos vagyok, aki meghúztam a magam igen búsás hasznát egy ilyen manőverből, nem gondolok arra, hogy a gyerekeim ott fognak nőni. Nincsenek közterületeink, nincsenek járdáink, nincsenek útjaink, nincsenek árkaink. És itt is akkor most megfordítom, mert az egyik legfontosabb dolog, ezt már nagyon sok helyen elmondtam Pécelen, a felszíni csapadékvíz elvezetése. Dimbes dombos területen lakunk, a lezúduló víz iszonyatos károkat tesz mindenben. Hogy egy picit visszanyúljunk az időbe, ugye az 1800-1900-as századfordulón Pécel a belvárosi akkori politikai elitnek volt a pihenőtelepe. Ugye a Rádai kastély, Fáji kastély, 68 nagyúri kúria van a városban, vagy annak a maradványai már szinte. Felismerték a szépségét. Ugye a Gödöllői dombság nyugati karjába beszorítva egy csodálatos hely. Nagyon jó ott lakni, viszont tényleg a beköltözők nagy számával nem fogunk tudni mit kezdeni a mai napig. Csak ilyen egyszerű számokat mondok, hogy jelen pillanatban 705, ez múlt heti szám, 755 és 2 és 5 év közötti gyerek van Pécelen. Ezek ugye óvoda kötelesek, kötelező óvodai ellátást kellene nekik biztosítani, és nagyjából 950, nem 750, 950, és nagyjából
167 helyünk hiányzik. Nem tudunk vele mit kezdeni. Szerencsére azért azt annyit el kell, hogy mondjak, hogy az országgyűlési képviselőnkkel, dr. Szűcs Lajossal nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. Nagyon sok mindent köszönhetünk neki már eddig is. Ugye az önhikik segítségétől kezdve tényleg nagyon sokat, ahol tud, tesz a városért. De vannak olyan infrastruktúrális hiányosságok, amit szerintem még ő sem tud megoldani. Tehát egy, ha felelős városvezető valaki, előre kellene gondolkodni. A mostani beköltözések arányát tekintve és a Pécelen még szabadon beépítetlenül álló telkek számát figyelembe véve megkockáztatom, hogy 2020-ra a 20 000-et meg fogja haladni a város lakossága úgy, hogy van egy darab peniáruházunk, van a két egyházi óvodával együtt 5 óvodánk és egy bölcsödénk, meg egy igen lepukkant orvosi rendelőnk. Nagyjából ez az infrastruktúra. Már jelezték az iskolák, hogy nem fogják tudni elhelyezni a gyerekeket. Az óvodák szintén jelezték, a bölcsödéből folyamatosan jönnek a panaszok, és lövésem nincs, hogy hogyan fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet. Ezt a népszerűséget, úgy mondhatjuk, hogy a népszerűség átka, hogy akkor mit lehet tenni? Hát nem teljesen népszerűség átka. Én azt gondolom, hogy a budai oldal, tehát az agglomerációs budai oldal betelt. Veresegyháza szintén, Veresegyháza, Mogyorót, Fót szintén betelt. Szorulnak ki a városból az emberek, és arról nem beszélve, hogy ugye éppen a nagy számú belterületbe vonásoknak köszönhetően magasan a legolcsóbbak a telkek ebben a régióban. És az emberek szeretnének zöldövezetbe költözni. De ha én amikor idejöttem Pécerre lakni 99-ben, azért nem voltam rest utána járni annak, hogyha a családomat el fogom tudni ellátni. De hát ugye autóm van, meg volt a kapcsolatrendszerem a óvodákhoz, iskolákhoz, tehát ez nem jelentett problémát, de ezzel nem mindenki így van. Én ott tartom egy kicsit átruházott felelősségnek a beköltözők részéről a problémát, hogy old meg, polgármester. Igen, mert hogy minimum az, hogy tájékozódjon. Tehát csak egy példát mondok, név nélkül egyébként sem emlékszem a névre, de van olyan lakó, aki még nem is költözött be, de már így taxatíve betolta nekem, hogy a önkormányzati törvény milyen kötelezettségeket ír elő infrastruktúra teremtés szempontjából az önkormányzatnak, és mire ő költözik, addigra ez legyen meg. Hát előtte kellett volna oda jönni hozzám. Volt ilyen egyébként, nem túl nagy száma, de volt néhány olyan család, aki nem volt rest, feljött hozzám, megkérdezte, hogy ez és ez és ez lesz, és mikor mondtam, hogy nem valószínű, hogy lesz, akkor nem ide költöztek. Ezt egy felelős magatartásnak tartom. Igen, és néhány hete, amikor itt voltál, beszéltünk a közösségépítésről. Te a polgármesteri munkádban fontosnak tartod ezt, hogyan éred el a lakosokat, fórumok, ugye én olvastam, hogy most a infrastruktúráról is lesz közös gondolkodás, hogy miért gondolod azt, hogy közvetlenül a polgárokkal érdemes megbeszélni? Mert másképp nem megy. Hát nagyon hibásan gondolkodik az a városvezető, aki azt gondolja, ez az ő városa, de akár még testületi szinten sem lehet ilyet gondolni. Ez a mi városunk. Én semmivel nem vagyok több, mint egy ott lakó bármelyik. Annyi, hogy megkaptam azt a bizalmat, az emberek nem oda választottak, hanem oda, maguk elé. És nem lefele kell taposni, hanem az ő érdekeiket kell kvázi a kormány vagy az egyéb szervek felé képviselni. Akkor gondolkodok jól. Én azt gondolom, hogy gondolkodom jól. De még mindig azt érzem, hogy ebből a bajból csak közös erővel lehet kecmeregni. Nem fog tudni a kormány sem annyi pénzt biztosítani, hogy az évtizedekkel lemaradt infrastruktúrát 2-3-4-5 év alatt bepótoljuk. Tehát én próbálom súlykolni az emberekben. Elég kiterjedt Facebookos forgalmat bonyolítok, és elég aktív vagyok Facebookon, mert akárki akármit mond, ma ez az egyik legoperatívabb kommunikációs forma. És én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Tehát egyre több az olyan felhang, hogy miért mindent az önkormányzattól várnak.
össze lehet fogni, és összefogásból meg lehet csinálni. Persze vannak berzenkedők, ezeket úgymond leoltják, divatos szóhasználattal élve, de egyre több az olyan ember, aki belátja az összefogásban rejlő erőt, és azt, hogy közösen egy problémát sokkal könnyebben meg lehet szüntetni, mint feltenni a kezünket, és azt hogy az önkormányzat megoldja. 4,9 milliárd volt a költségvetésünk 2010-ben, most 1,7 milliárd. Ezt azt gondolom nem kell magyarázni. Ez a pénz, ez nem elég arra, hogy egy normális, hétköznapi élhető várost üzemeltessünk. Még arra sem elég, és akkor nem beszélek arról, hogy ez az 1,7 milliárdban ebben a beszedett adóforintok is benne vannak bőségesen, és én azt gondolom, hogy egy település, bármelyik település, most nem Pécerre gondolok, csak akkor működik jól, amikor, ha mint az állam kinyújtott kezeként a kötelező feladatokra a teljes mértékű megkapjuk támogatást megkapjuk, és a beszedett adókból pedig települést tudunk fejleszteni. Ez lenne az ideális állapot. Melyek azok a csapás irányok, amelyben azt gondolod, hogy el lehet indulni, amiért te azt gondolod, hogy érdemes ezt csinálni, ami az infrastruktúra fejlesztés és egyéb más dolgokat jelenti? Hát most egy szerencsés időszakban vagyunk, aztán majd a végén kiderül, hogy valóban tudtunk élni a lehetőségekkel. Jelen pillanatban 20-nál több pályázatunk van leadva. Ugye megjelent egy központi statisztika, ami azt mutatta, hogy 2012 óta település szinten a harmadik legjobban pályázó település vagyunk, aki 2012 óta 900 millió forintot kaptunk. Ez azért nem tűnik fel, ugye felvetődik mindig a kérdés, hogy igen, de mire költöttétek. Ennek egy igen jelentős része a Viszmajor pályázatok eredménye. Ez mi? Egy picit beszél arról, hogyha esetleg valakinek ez nem olyan világos. Tehát a természeti csapások által okozott károk helyreállítását szolgálja ugye a Viszmajor keret. Ugye, főleg ugye a település domborzati viszonyai miatt a lezúduló hirtelen nagy esők elég komoly károkat okoznak. Régebben jellemzően ugye csak azt engedték, hogy az eredeti állapot helyreállítását. Hála Istennek most egy olyan irányvonal indult el, a kormány részéről is, hogy inkább adnak több pénzt, de végleges legyen a megoldás. Tehát még egyszer, ne kelljen ugyanazt az utcát, hogy háromszor... Igen, ez a klasszikus aszfaltozás, hogy utána így van, egy pontosan. Pár hónap múlva lyukas. Ez így jól halad. Ugye a Szennyvíztelep volt a legnagyobb beruházásunk, ez egy közel félmilliárdos, nem is meghaladja a félmilliárdos beruházást, amit megvalósítottunk, de én azt gondolom, hogy egy elég korrekt tájékoztatás készül most, amit meg fogunk jelentetni ott Pécelen, ahol kopra meg fogjuk mondani azt, hogy ebből a befolyt, megnyert pénzből mik azok, amik teljesültek. Elég sok nem látszik, mert ugye szervezetfejlesztésre, könyvtára, meg egyebekre kaptunk, ami csak annak érdekes, aki oda megy és ott látja a változást, egyébként pedig nem. A terveink között ugye most, amire ígéretet kaptunk Szűcs Lajostól, ugye az óvoda, ez bővítést jelent? Nem új óvodaépítésében gondolkodunk, a területet már elcseréltük, mert a régi terület létszámban nem volt. Ugye az új európai szabályzók szerint 6 négyzetméter udvar kell egy gyereknek ahhoz, hogy óvodaként építési engedélyt kapjunk. Erre nem volt alkalmas a régi kedves terület, ezért elcseréltük azt a területet, és egy lényegesen nagyobb helyen kezdjük meg majd az óvodaépítést, ami nagyon szívügye Pécelé meg nekem is, tehát Pécelen nulla sportolási lehetőség van. Miközben azt róla lehet tudni, hogy elég sok sportnak éltél, élsz. Nem én vagyok a mértékadó, viszont a beérkező igények alapján azért azt el lehet mondani, hogy hasonszörű ember rengeteg van Pécelen. És mi az, ami pontosan, hogy régen beszéltünk arról, hogy kellene egy focipálya, ahol akár ilyen komolyabb mérkőzéseket lehet lebonyítani. Ezzel mi a helyzet például? Van egy ígéret, még körvonalazódik egy ígéret, ami legfontosabb lenne, egy sportrendezvénycsarnok és úszoda. Tehát ez úszoda. Nagyon nagy igény. Az úszoda az egy óriási nagy lövés lenne a Pécelen, sikerülne megvalósítani, de nem akarom elkiabálni, de ugye az volt a problémánk, hogy mi adtuk volna a telket,
aportként, az, már lenne uszonánk, csak megváltozott a TAO törvény, aportként nem lehet telket bevinni, 243 millió forint lett volna az ő részünk, ezt meg ennyi pénzből nem lehet kigazdálkodni, de most úgy tűnik, hogy le kellene kopogjam, hogy körvonalazódik erre egy megoldás, és csak lesz előbb-utóbb PC-len uszoda, és a sportcsarnok fodvalpályával erre is van egy halvány ígéret, ezt majd szinten tartjuk, hogy ez ne csak ígéret legyen. Hanem... És mi van még, amit mondtad, hogy azért amit nagyon várnak a péceliek, és esetleg van esélye? Minden. Tehát nem, a nagyon legyen mindenhol jár, jó, de legyen mindenhol igen, igen, ez az alapinfrastruktúra, igen. De óriási igény lenne például arra, hogy valamilyen nagyobb szolgáltató, tehát bolt költözzön oda. Jelen pillanatban van egy Penny áruházunk. Hogy mekkora az igény rá, az azt mutatja, hogy a Magyarország vonatkozáson a harmadik legnagyobb bevétellel bíró a Péceli. Nincs ellenfél. Nincs ellenfél. Hogyha ugye nem mindenki rendelkezik autóval, azért ezt el lehet mondani, a legközelebbi ugye a Maglódi Ósan, ahova el lehet menni. Tehát egy Lidl, vagy Spar, vagy te, mert én csak a beérkezett igényeket sorolom itt, valami kellene. Ugye néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen kezdeményezés, hogy egy Lidl áruház költözik a piac térhelyére és fedett piaccsarnok, ami meghiúsult, mert ugye a plázastól bejött, 300 négyzetméternél nagyobbat nem lehet építeni, ezek az áruházak pedig 300 négyzetméteres nem építenek, csak ennél nagyobbat. És külön engedély az nehéz, mert ugye tudom, hogy van erre néha lehetőség, hogy ezt nem annyira könnyű átvinni, hogy... Nem nekünk kell kezdeményezni, tehát a beruházónak kellene, a Lidl ugye úgy volt, hogy ki is vonul, most ez itt a reklám, de mindenképpen ebben az irányban is mozgunk. Rossz állapotú a piacterünk, a vasutat most felújítják, ott ugye a vasútállomással már ilyen bajok nem lesznek, az útjaink katasztrofális állapotban vannak. Hát ugye Péccel a 70-es években a környékbeli települések közül a legfejlettebb volt. Először valósult meg a víz, a gáz, a csatorna beruházás. Ennek most a kárát látjuk, mert ugye az egész rendszerünk elavult. Tehát a lény, igen, tehát ami akkor modern volt, az most pedig cserére szorul, igen. És ez még mind egy jövőbeni probléma. De még mindig a legnagyobb problémát az elődeim gondatlansága okozza, nincsen az önkormányzatnak olyan önkormányzati tulajdonú közterülete, ahol például el lehetne helyezni akár egy Lidl áruházat. Nincsen ilyen. Amit oda tudna adni a város. Így van, pontosan. Tehát nekünk vásárolni kell, vagy fel kell számolni valami épületet, aminek a helyére oda költöztetjük. Csak röviden, mert tényleg nagyon szalad az idő. Milyen programokat tudsz, milyen programok vannak a péceliek számára, akár oktatás, bármilyen program, te is részt veszel néhányban? Igen, nőknek tartok ményakrák elleni előadást, vagy ilyen tájékoztató előadást, igen, ez egy érdekes történet. Miért fontos, hiszen a lányoknál ugye tudjuk, hogy ugye most sokan harcolnak azért, hogy a tinédzser lányok beoltása kerüljenek, hogy miért tartotta is ez fontosnak, hogy ez minden. De ez egy óriási félreértés az, hogy a nők a veszélyeztetettek. A férfiak legalább olyan veszélyeztetettek, most a HPV vírus okozta problémákról beszélünk, a férfiak legalább ennyire veszélyeztetettek, csak ez nincs benne annyira a köztudatban. Az összes torokkal kapcsolatos rákos megbetegedés oka 97%-ban HPV. Felkészültem, mert én azt gondolom, hogy tényleg egy jó előadást sikerült tartani, sajnálom, hogy ilyen kevés Péceli volt erre kíváncsi. De ez reméljük, hogy a legközelebb Péceliek, és nem csak. De ez reméljük ismételhető. Tényleg ugyanazt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy folyamatosan szinten tartani az érdeklődést. Tehát javítani kell a kommunikáción, mindenképpen, és ha minél interaktívabbá tudjuk tenni, annál hatékonyabb, én azt gondolom. És a másik pedig ezek a kis magszerű közösségek megalkotása, ez elengedhetetlen. Ez már több, tudnék mondani, a Kelőlapokparkban, a Csatáriban, akár a Kopaszhegyen, megvan ennek a kezdeményezése, na ezt kell kiterjeszteni. Tehát akkor ezzel biztatjuk a városlakókat, és ahogy mondtam, az óra nem a barátunk, hogyha ennyit elárulhatsz a nézőknek, mit gondolsz, hogy az elmúlt évek tapasztalatai, nehézségei azt mondják, hogy stopp,
Attila nem lesz tovább polgármester, vagy gondolkodsz a 2019 utáni cikluson, hogy tovább csináld a munkát? A kérdésedet úgy értsem, hogy elmegy-e a kedvem tőle, vagy pedig... Vagy elmente. Nem, nem, semmiképpen. Na, ez egyébként egy végtelen nehéz munka. Egy picit a kétkedőknek meg oda kellene ülni csak egy napra mellém az irodába. Van erre lehetőség? Persze, bárkit örömmel látok. Csak hogy lássák, hogy egyébként mennyire egy összetett és sokrétű munkát takar egyébként ez a polgármesterkedés, és nem királykodás. Tényleg nem az. Szerintem a legnagyobb szolgaság. Mert az én cégemnél ott a magam ura vagyok, és én vagyok a király. Itt van 17 ezer király a fejem fölött. És mindegyik megmondhatja, hogy én mit csináljak. De igen, igen, én azt gondolom, hogy ugye most következő hónapban 60 éves leszek, és még egy hogyha megkapom a bizalmat, még egy ciklust mindenképpen szeretnék végigcsinálni, és megvan a komoly indokom. 7 év kínszenvedés volt, tényleg. Igazából nagy eredményekről nem beszélhetünk, megpróbáltuk helyrehozni, vagy megpróbáljuk helyrehozni azt, ami elmaradás. És most nem visszamutogatás, ez így alakult. Most ezzel nem lehet már mit kezdeni. Kellene egy kis sikerélmény. Egy kis fejlesztés, egy kis. És ami a legfontosabb, nekem a legnagyobb siker az lenne, hogyha ebből a péceli tömegből, ebből egy összetartó közösséget sikerülne kovácsolni. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó. Jó egészséget és sok sikerélményt kívánok mind a pécelieknek, mind neked, és hát ebben a műsorban is csak azt mondhatom el neked, hogy én azt gondolom lesz apropó, amért hívni fogunk téged. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást én. Mielőtt elbúcsúznék önöktől, elmondom a fontos elérhetőségeinket. A vonalas számunk 0629 352 362, e-mailt küldhetnek a williams@williams.hu-ra, elérhető YouTube csatornánkon az adásaink többsége, vagy akár mind megtalálhatják ott, és természetesen nézzék honlapunkat a williams.hu-n, ahol élőben is követhetők műsoraink. Ne feledjék, önök is a zónában vannak. Viszontlátásra! Yeah.